Gratulálok, hogy bemutatkoztál a felnőtt csapatban. Bár a tévében gondolom minden ismerősöd és rokonod és barátod látta, de azért mondd már, hogy kit hívtál fel először. Hát még senkit. Mert nem értem vissza az öltözőbe, de édesanyámat fogom felhívni és apukámat, tesómat. Megköszön nekik mindent, hogy segítettek. Mennyire volt ez benne a pakliban egyébként a meccs előtt? Számítottál erre, hogy akár ma ez a pillanat is összejöhet? Nem, egyáltalán nem számítottam rá. Nagyon örültem, amikor hívtak, hogy beállhatok. Akár 5 percet kaptam, de nagyon örültem neki. Milyen szavakkal küldött téged a pályára a mester? Hát, hogy adjak bele mindent, és koncentráljak. És sikerült? Igen, sikerült szerintem. És remélem több lehetőséget is fogok kapni még a bajnokságban. Ugye a srácok addigra lerendezték a meccset. Hogy láttad egyébként onnan a padról? Mi volt ma a Vidinek a titka? Szerintem csapatként játszottunk, kihasználtuk a helyzeteinket, koncentráltak voltunk, és a védelem is beleadott mindent. Könnyebb egy ilyen csapatba beszállni? Magabiztosabb lehet az ember, amikor tényleg szórják a gólokat a pályán? Igen, nyilván magabiztosabb az ember, és nagyon segítőkész mindenki a csapatban, úgyhogy könnyű volt. És utána az öltözőben hogyan fogadtak, mit mondtak, van esetleg valami kis szertartás, ami most túl kell esni? Hát gratulált mindenki, örültek nagyon, és majd van szertartás, igen. Arról lehet tudni valamit? Hát fizetnem kell a csapatnak. Mi a következő cél? Ugye csütörtökön például a konferencialigában játszik a csapat. Vársz-e akár a nemzetközi bemutatkozásodra is? Hát nagyon reménykedem benne, hogy be tudok állni. Nagyon örülnék neki, és a célom, hogy minél több lehetőséget kapjak az NB1-ben, akár a konferencialigában.